Most már hivatalosan is az indulók köz szerepel a Csongrád megyei 4-es számú választókerület MSZP-s képviselőjelöltje Varga Péter. A 2014-es választás az első, amelyen a képviselők ajánlásához nem kopogtató cédulát, hanem 500 érvényes aláírást kell összegyűjteniük a képviselőknek. Varga Pétert, az ellenzéki összefogás közös parlamenti képviselőjelöltjét hétfőn vette nyilvántartásba a választókerületi bizottság, hiszen a szükséges mennyiségen felüli aláírást gyűjtött össze. Összességében most hétfőn a tegnapi napon 268 ajánlóívet adtunk le, ami 2144 aláírás jelent. Ennek a jó részét ezt néhány nap alatt gyűjtötte össze a szervezetünk, és hát most természetesen elsősorban köszönöm minden aktivistánknak, akik ebben a munkában részt vett, hiszen a múlt hét hétfőtől gyakorlatilag vasárnapig minden nap valamilyen kitelepülésen voltunk. Az induló következő hónapjai a bemutatkozásról és programjának ismertetéséről fognak szólni. Varga Péter már két hete kistérségi fórumokat tart, hétfőn Csanádpalotán és Magyar Csanádon találkozott a választópolgárokkal. A fórumokon szerzett tapasztalatai azt mutatják, az emberek nagy várakozással tekintenek az április 6-ai választások elé, és fogékonyak a változtatásra. Az biztos, hogy mostanában a magyar vidék az vesztese volt, ennek az időszaknak ezt kijelenthetjük, és nagyon sok olyan intézkedést kell hozni a későbbiekben, ami a vidéki Magyarország felemelkedését szolgálja, ami megakadályozza az elvándorlást, vagy esetleg vissza is fordítja, ami a tőkét beáramoltatja ebbe a vidéki, tehát a települések közé, a Délaföldön, ebbe a csücskébe, mert hát azt látjuk, hogy a legnagyobb probléma, akármilyen fórumra megyek, akárkit kérdezek meg az ott lévők közül, ezzel talán nem árulok el nagy titkot, a munkanélküliség. Ha én személyesen erre kapok lehetőséget, akkor biztos, hogy ezt markánsabban képviselném, és elmondanám azokat a megoldási javaslatokat, vagy képviselném azokat a megoldási javaslatokat, ami ezt elősegíti.